jó idő beköszönt, én a konditermi futópadot az erdőre cserélem, nincs ami jobban feltöltene, mint a természetes környezet a futás közben. Amikor én jövök a kora esti órákban, akkor általában sok más futóval és kutyasétáltatóval találkozom, így én még igazán veszélyhelyzetben nem éreztem magam ilyenkor. Azonban egyre több olyan esetről hallunk, amikor az egyedül futó védtelen nőket valamilyen atrocitás vagy erőszakos támadás érte. Éppen ezért most mutatunk nektek egy pár tippet, hogy mit tudtok tenni ilyen esetben, és hogyan tudjátok kivédeni azt, hogy valami nagy baj történjen. Olyan területeken szeretnek futni a futók, ami ugye kietlen, tehát hogy városszéle, erdők, parkok, tehát olyan részek, ahol kevesen járnak, illetve viszonylag rosszak a látási, belátási viszonyok, tehát a fák, a bokrok ugye takarják az embert, tehát ha vannak is az adott területen többen, nem biztos, hogy észreveszik, hogyha valami történik. Mi önvédelem oktatással foglalkozunk, és az az alapelvünk, hogy az összes küzdősportból próbálunk meríteni. Tehát a keleti és a nyugati küzdősportokból is összegyűjtöttük azokat a technikákat, amelyek a leginkább alkalmasak önvédelemre. Az önvédelmi technikák akkor jók, hogyha egyszerűek, gyorsan, könnyen elsajátíthatóak, sokféle helyzetben lehet használni egy-egy mozdulatot, és egy kisebb súlyú, egy nagyobb súlyú támadóval szemben is hatékonyan tud reagálni. Az első dolog, ami az ember eszébe jut, hogy ez jó, ha van nálunk valamilyen spré, mondjuk egy gázspré vagy paprikaspré, te mit gondolsz erről? Hát én a gázspré, paprikasprét nem igazán szoktam ajánlani a résztvevőknek, vagy hát akik hozzánk járnak képzésre, mert hogy ami kijön belőlük illóanyag, azt ugye belélegzi az áldozat is. Ez egy pici méretű hajlak, ami ugyanúgy csípi a szemet, sőt összeragadt tőle egy kicsit a szempilla, tehát hogy ez is alkalmas arra, hogy egy pillanatra eltereljük a támadónak a figyelmét. Tehát itt is figyelni kell, melyik irányba fújjuk. Amit javasolni szoktam, az a görkorcsolyás védő felszerelés, mondjuk védő és kézvédő. Orr, fültő, arccsont, állkapos csont, ezek azok a kiütési pontok, ahova érdemes támadnunk. És akkor a kesztyűvel csak annyit csinálsz, hogy nyitva van a tenyered, így van, és alulról például megütöd az állát, próbáld ki, úgy van, üsd, ez az. Gyakorolni kell, mert azért te is érzed az első egy-két mozdulatnál, hogy még olyan bizonytalan vagy. Tehát ha ezt soha nem csináltad, akkor éles helyzetben sem fogod tudni határozottan megcsinálni a technikát. Tehát gyakorolni kell. Soha nem csináltam, de néha azért a fejemben volt, hogy jól esett volna. Az már jó. Az csontra olyan, mintha egy pofont adnál. Próbálj meg egy pofont adni. Úgy. Könyökkel is tudsz, ez például, hogyha mögét kerül a támadó, tehát mondjuk itt van fönn, és akkor csinálj egy, megmutatom először, jó, egy ilyen fölfele ütő könyök mozdulat legyen ide az arcára. Így? Oda, igen. Tehát itt van mögötted, ez az. És könyökkel megy az ütés arcra. Megkértem Gergőt, hogy segítsen nekünk egy picit, hogy meg tud nézni azt, hogyha ott áll valaki. Ő lesz a modell, ő lesz a támadónk, igen. Az a kéz üt egyébként, amelyik láb hátul van. Nem is érzem, nyugi. Nem érzek semmit. Én? Gyerünk. Jó van. Jó. Nem csak a nők futnak ugye, hanem a férfiak is, tehát én mindenképpen javaslom a férfiaknak is, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és ők is tanuljanak néhány önvédelmi technikát, egyáltalán képzeljék bele magukat ezekbe a helyzetekbe, és hát tanuljanak megoldásokat, mert hogy őket is érheti támadás, akár futás közben is.